Nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akik maradtak a kerekasztalig. Köszöntöm szépen a kerekasztal résztvevőit. Nagyon szépen köszönöm, hogy elvállalták a részvételt a kerekasztalban. Kisgyé professzor úr az elején Széchenyi Istvánt idézte, mottól szánnám ezt az idézetet Széchenyitől mai kerekasztalunkhoz, türelem türelmet szül. Hangozzon el ez a kerekasztal beszélgetés ebben a türelmes, baráti, egymás álláspontját megértő, elfogadni kívánó légkörben. Vítám každých pri okrúhlom stole. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prijali pozvanie naše. A nemzet, emlékezet, közösség. Szeretném, ha az elején fölvázolnánk, összefoglalnánk röviden, a magyar nemzeti identitásban milyen szerepe van Esterházy Jánosnak. Molnár Imrét kérdezném erről. Mikrofon, van-e két mobil mikrofon? Itt van, adom egy pillanat. Teraz ma počujete? Teraz, raz, dva, tri, teraz ma počujete, dobre. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy a magyar nemzeti identitásban milyen szerepe van Esterházy Jánosnak, hiszen Esterházy Jánost elhallgatták Magyarországon is, ki volt törölve a magyar történetírásból is, és csak a rendszerváltás után lehetett említeni nevét, illetve felfedezni, újra felfedezni az ő szerepét politikai pályafutásának részleteit. Azt viszont megkísérelném összefoglalni, hogy a szlovákiai magyar identitásban milyen szerepe van Esterházynak. Takže ja by som rád osvetlil, že akú úlohu zohrával Esterházy v... Lehet, jó. Prepáčte, bol tu. Dát. Po slovensky, tak neviem, ako, aký má János Esterházy. Bol preklad. Na trojke. Na trojke by ste to mali skúsiť. Trojka a viackrát zapnúť a vypnúť. Alebo s iným prístrojom. Tam je pred vami, alebo pri vás. Že mám opakovať, alebo ešte raz povedať? Na trojke? Nem tudom, hogy Esterházy Jánosnak milyen szerepe van a magyar identitás kialakulásában, vagy magyar identitás térképén, hiszen Esterházy Jánost Magyarországon a magyar történetírás is kiiktatta. A rendszerváltás előtt ugyanúgy tabu téma volt, és a rendszerváltás után kezdődött meg, hogy Csóri Sándor szavaival a szellemi ihantolása újra felfedezése. Azt viszont megpróbálnám megfogalmazni, hogy a szlovákiai magyar identitás kialakulásában, vagy szlovákiai magyar identitásban milyen szerepe van. Ezt három ponton tudnám megindokolni. Mind a három pont Esterházy János működéséhez kapcsolódik. Politikai pályafutásához, politikai működéséhez kapcsolódik. Az
első főként magyarság Eszterházi János küldetéséből, politikai pályafutásából megerősítve látja a saját maga által szor, és több alkalommal is pontosnak tartott szerepet, hogy közvetítőként léphet fel, szerepelhet a magyar és a szlovák társadalom, a magyar és a szlovák politika, a magyar és a szlovák megértés terén. Eszterházi Jánosnak életéből erre a feladatra számos visszaigazolást kap a szlovákiai magyarság. Második dolog, hogy létezik és létezhet igazságos, és küzdelem az igazságosságért. Létezhet a kisebbségi jog egyenlőségért folytatott küzdelemben olyan életpálya, vagy olyan politikusi előkép, amelyre föl lehet tekinteni, és ez Eszterházi Jánosban az életpálya, vagy ez az előkép, vagy ez a példakép megtalálható. Eszterházi János soha nem mondta azt, hogy a kisebbségi politizálásban eredményeket, vagy sikereket, amiket elért, azok már valamiféle végleges állapotot jelentenek. Sőt, éppen ellenkezőleg a konferencia során is említett Emmanuel Böhmmel, magyarországi szlovákok vezetőjével volt egy polémiája, kerekasztal beszélgetés, egy vitája, sajtópolémia volt ez, de személyesen is találkoztam többször, melyben Emmanuel Böhm, ahogy itt előbb is hallottuk, panaszkodott a magyarországi szlovákok helyzete miatt. Eszterházi azt válaszolta, hogy a kisebbségi politizálást egy folyamatos küzdelmet jelent, ahol nem lehet egyik napról a másikra eredményeket elérni, annál inkább szükség van a tartó, állhatatos küzdelmet. Amely majd egyszer talán valamikor a jövőben eredményezik. A kisebbségi politizáláshoz szükséges küzdelem, való kitartás, állhatatosság, akkor is, ha nem mutatkoznak eredmények, Eszterházi János példaképet, illetve útján keresztül ezen megerősítheti a szlovákiai magyar identitást. Köszönöm szépen. Nem és még egy harmadikot szeretnék mondani. Ne haragudj, Zoli, akkor ne adjál ilyen kérdéseket, hogy jól kezdtem észrevédek, ami külön konferencia. Persze mindenkinek jutna idő, természetesen mindenki szeretnénk meghallgatni, és nagyon örülünk, hogy ezt az álláspontot fejezd be, légy szíves, nyugodtan. Csak az utolsó dolog, a hűség, amit többek között az itt velünk ülő Frangisek Miklósko is többször megnevezett, a hűség a szülőföldhöz. Eszterházi Jánosnak háromszor is lett volna alkalma elhagynia ezt a szülőföldet, könnyebb utat választania, elmenekülnie, jobb sorsot választania. Ő azonban a szélesebb út helyett, a nehezebb lehetőségek mellett kitartva, azt hiszem megerősíteti a szlovákiai magyar identitásnak ezt a pontját is, hűség, a szülőföld, hűség, a gyökerek, a tradíciók, a hagyományok, és hűség a nemzethez, a nemzetcsoporthoz, ahhoz a feladathoz, küldetéshez, amit kapunk a Teremtőtől. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. A szlovák történeti emlékezetben a magyartól eltérő helyet tölt be Eszterházi, bizonyára vannak hangsúlyeltolódások a megítélésében a szlovák történettudományban. Röviden próbáljuk a magyar mellett összefoglalni Eszterházi János helyét a szlovák történeti emlékezetben. A szlovák kollégákat kérném ugyanerre.
Pokiaľ ide o pohľad alebo pozíciu Jánoša Esterházyho hľadiska slovenskej historiografie, ako som už aj povedal na začiatku môjho príspevku, hľadiska slovenskej historiografie je to okrajová téma a nie je zďaleka ani vnímaná s takými emóciami, možno aj tak emocionálne ako na maďarskej strane. Predovšetkým v poslednom období je to skôr slovenská historiografia, len reaguje na isté možno podnety maďarskej strany. Hľadiska slovenskej politiky to bol menšinový politik mimo hlavného prúdu a by si sa aj spýtali možno na ulici niekde, hlavne severnejšie na Slovensku, možno v Martine, že to bol Jánoš Esterházy, tak možno maximálne 10%, aj to som možno optimisticky by vedel bežných ľudí, že o koho ide. O takej možno historického povedomia sa zapísal, ako som už tiež hovoril, ako istý živý symbol viedenskej arbitráže a práve vďaka tomu, že práve to bol on, kto v Košiciach vítal regenta Hortyho. A aj v tom medzivojnovom období bol vnímaný ako predstaviteľ irredentistickej politiky. Menšinovú politiku môžeme vnímať aj z dvoch pohľadov. Na jednej strane môže byť legitímny zápas za menšinové práva v existujúcom štáte, ale na druhej strane je trošku iný možno pohľad na to, keď si niektorý politik za cieľ stanoví likvidáciu možno štátu, v ktorom pôsobí ako menšinový politik. V rokoch 1939 až 1945, čo bola už tá zúžená slovenská politika, teda obmedzená politická scéna samostatného slovenského štátu, tam dá sa povedať, že sa tešil istému rešpektu ako predstaviteľ maďarskej menšiny a bol to v podstate bezkonkurenčný. Tam to bolo úplne jasné, že je to on a on ju aj personálne predstavuje. Samozrejme, to možno hovorím, že ako je možno vnímaný v historickom vedomí, samozrejme nie je to jednoduchá otázka, ani zďaleka nie je tak čierno-biela. Samozrejme, u ňu, ako to už bolo povedané, sa miesila nejaká tá maďarská národná identita, chcem povedať aj s tou regionálnou identitou, kutanosti, tej pôde, ktorá patrila aj k tomu šlachtickému pôvodu. Takže možno len toľko to na úvod, možno potom tú sa tému rozprávam. Ďakujem veľmi pekne, pán Hetényi, páči sa. Pýtal by som sa, megkérdezním azt is, hogy esetleg kifejezetten pozitívumként mi az, ami a szlovák történeti emlékezetben Esterházy értékelése kapcsán megjelenik? Van-e ilyen? Milé dámy, vážení páni, ja by som reagovať na Ondra Pogolca a doplniť nejaké informácie. Vypichol som si niekoľko postulátov, ktoré slovenská historiografia používa vo vzťahu k Jánovi Esterházymu. A na úvod poviem, že slovenská historiografia, ktorá samozrejme pozeraní na prvú Československú republiku, prvú Slovenskú republiku nie je jednotná, tak práve v otázke Jánoša Esterházyho a paradoxne dokáže zjednotiť. Slovenská historiografia pracuje s určitým súborom prameňov. Vedel by som, že v týchto prameňoch vystupuje Jánoš Esterházy ako symbol rozbitia republiky a čiastočne aj ako symbol viedenskej arbitráže. K viedenskej arbitráži poviem, že vo vedomí slovenskej spoločnosti možno ani tak
nie je prioritne zaujímavá samotná viedenská arbitráž, ale práve skôr tie udalosti, ktoré sa stali na odstupe na arbitrážnom území po viedenskej arbitráži. No. Len toľko. Ja by som teraz zo dve, tri také informácie povedal, ktoré používa slovenská historiografia. Slovenská historiografia tvrdí, že János Esterházy spolupracoval s Budapešťou, vládnymi garnitúrami v Budapešti aj spravodajsky, teda odozdával dôverné informácie i vojenského charakteru. Takisto tvrdí, že mal odmietavý postoj k demokratickému systému, k demokracii. Podielal sa teda na zničení demokracie, hovorím, interpretujem. Ano. V niektorých prácach sa síce hovorí, že mal odmietavý postoj k ideológii nacionálneho socializmu, ak by sme komparovali, dajme tomu, Deutsche Partei alebo teda Karmasina, tak by sme to mohli vidieť, alebo ak by sme aj vnútorne sa pozreli na štruktúru maďarskej strany na Slovensku, tak takisto by sme to mohli dokázať. Ale na druhej strane títo historici, napríklad Ivan Kamenec alebo Michal Schwarz, hovoria, že sa podielal na prehĺbení totalitných režimov. No. Ďalší taký typický postulát je, že hlasoval za antidemokratické zákony aj viacero antižidovských noriem. Znamená, že sa aj slovne vyjadril k podpore antisemitskej politiky vlády. Určití historici ho obvinujú, že alibisticky verejne odmietol hlasovať za ústavný zákon o vysťahovaní Židov. A objavujú sa aj tvrdenia, že v obrane práv maďarskej menšiny postupoval s pragmatickým cynizmom. Ja si myslím, len podotknem, že veľmi vítam takúto diskusiu a tak, ako povedal profesor Sarka, na svete by za chvíľku mohla byť edícia prameňov, zrejme aj nových prameňov, ktorá môže posunúť výskum a interpretáciu osobnosti Janoša Esterházyho možno niekam inám. A pokiaľ sa nájdú nové dokumenty, ktoré nepotvrdia teda to, čo tvrdí slovenská historiografia, tak myslím, že každý historik by mal byť schopný aj reflexie. Köszönöm szépen, szeretne erre valaki reagálni? Ha nem, igen, Molnár úr, tessék. Megkérem Molnár urat, hogy röviden legyen szíves reagálni. Parancsoljon. Most én csak egy kérdést szeretnék, ami tulajdonképpen ilyen technikai kérdés. Most indítsunk el egy újabb konferenciát, vagy hallgassuk meg egymást a vádakat, vagy kezdjük el a cáfolatokat is, mert ugye már sokatszor kerül elő az, hogy ez az ő ügynök kérdése, hogy ügynöke volt a magyar kormánynak. Hát épp az itt lévő Farka professzor hozta nyilvánosságra azt a magyar miniszterelnöki, illetve külügyminiszteri utasítást, amelyben a magyar kormányzat, a külügyi kormányzat utasítja a nagykövetségeket arra a szomszéd államok területén, hogy a velük kapcsolatot tartó kisebbségi személyeket fedő névvel illessék, és a hazamenő jelentéseikbe éppen a földerítés miatt ne írják ki a nevüket. Ugyanez fordítva is érvényes, Magyarországról is ugyanígy mennek ki a levelek és az utasítások. Tehát az, hogy valakinek a diplomáciai iratban van egy fedő neve, az nem azt jelenti, hogy ügynökkel. Dolezsál úr Prágában ugye egy ezzel kapcsolatos cikkében leírta, hogy az, hogy valakit ügynöknek nevezzünk, ahol szükség van egy beszervező iratra, egy aláírásra, ezzel kapcsolatos egyéb dokumentációkra, például kartonra, ügynöki kartonra, ezért járó díjazásra, és így tovább, és így tovább. Ezek Esterházy Jánosnál egyáltalán nincsenek meg, és éppen ezért ez az ügy, hogy ő ügynökként szerepel folyamatosan, ez ugye egy
újabb polémiát, vagy egy újabb témát nyitna meg. Úgyhogy ezért most én kérdezném, és hasonló módon tudnánk vissza végigmenni számtalan más ponton is, amelyek itt elhangzottak, csak hát nem tudom, hogy ez most-e a cél, hogy új elkezdjünk itt ezekre a vádakra egy polémiát, hanem vagy inkább mondjuk az legyen, hogy sorakoztassa fel mind a két fél a maga érveit, tehát nem is tudom. Szóval itt most egy kicsit kérnék egy kis technikai vagy eligazítást ebben az ügyben, hogy mi legyen most. Mindenki mondja el, amit akar, vagy egymásra kezdjünk polemizálni itt az asztalnál. Köszönöm az észrevételt. Úgy gondolom, hogy alapvető fontosságú, hogy egymás véleményét megismerjük. A feltett kérdésekre természetesen bárki válaszolhat, és az egyetlen megkötés az, hogy időben leszabályozva mindezt, hogy mindenki szóhoz jusson. Molnár Imrének köszönöm szépen az észrevételét. Podolec úrtól kérdezném, és egy rövid választ szeretnék tőle hallani azzal kapcsolatban, hogy pár éve a Szlovák Nemzeti Emlékezet Hivatal Esterházyról beszélgetést szervezett, beszélgetést kezdeményezett. Magyar szakember nem vett ezen a beszélgetésen részt. Mi volt a kezdeményezés célja, esetleg eredménye? Egy rövid választ kérnék szépen. Si presne nepamätám, ktoré podujatie máte. Pontože nemám ich sami, milyen rendezvényre célúzom. Vrábel úr, Mikloško úr. Pán Vrábel, pán Mikloško. Vettek részt ezen az előadáson. Voli tam na tom podujatí. Presne tak, áno. Bol tam pán Deák, pán Vrábel. Deák úr, ott volt Vrábel úr. Môžem povedať len toľko, že vždycky... S tam jednivel hangzott, amit itt nem értettünk, mert nem Mikloško. Snaha, osloviť čo najširšie spektrum. Čiže to vždy technicky podarilo, to je iná otázka. Mali sme aj diskusiu o viedenskej arbitráži, kde sa Šimon z fóru vždycky, ako sa to podarilo, no ako pravdu povediac, v podrobnosti, neviem, kedy to bolo pred dvoma, troma rokmi. To bola Ivana Margo, táto otázka. Kolai úrtól kérdezném, a Terra Recognita Alapítvány a kezdeményezésedre a szerkesztésedben kiadott Meghasadt múlt című kötettel kísérletet tett arra, hogy a magyar-szlovák közös történelmi múlt vitatott pontjairól egy lehetséges magyar véleményt, nézőpontot közvetítsen a szlovák publikum felé. Mennyire nyitott ma a szlovák közvélemény a számára megszokottól eltérő magyar nézőponttal kapcsolatban? Jó, jó nehéz kérdés. Azóta számos olyan projekt vagy kezdeményezés, aktivitás volt, ahol a szlovákokat vagy partnernek, vagy hallgatóságnak próbáltuk, vagy próbáljuk bevonni, ugye itt a Pozsonyi Magyar Intézet keretében, és van egy aktív közönség, akit érdekel a történelem általában, és azt nyilván érdeklik a magyar vélemények is, hogy az mennyire fogadják el, azt nehéz megmondani, illetve átütő sikerekről biztos, hogy nem lehet beszámolni. A gond vagy a kihívás az inkább talán az, hogy minél jobban szélesíteni az érdeklődők körét. Szerintem ez a nehéz, így a 21. században, egy globalizált században, amikor a történelem iránt, a múlt iránt tömegek vallják és mondják, hogy nem érdeklődnek, miközben a véleményük mégis megvan róla. Tehát elég nehéz eljutni olyan emberekhez, akár a diáksághoz, vagy egyetemistákhoz, akik a történelemről, vagy a magyarok múltban betöltött szerepéről valamilyen véleménnyel bírnak, de annyira nem érdeklődnek, hogy egy mélyebb vitát, közös gondolkodást vállaljanak. Nem a magyarokkal szembeni elutasítás miatt feltétlenül, hanem egyszerűen ez egy belső érdeklődés hiánya miatt.
Tehát ezt az érdeklődést próbáljuk felkelteni. Nyilván ennek több formája lehet. Ezek a kiadványok is remélhetőleg segítik ezt, hogy minél több emberhez elérjünk, és nagyon sok függ attól, hogy milyen formát választunk, hogy milyen befogadó közeget próbálunk megtalálni. Egyetemista körben leendő történelemtanárok körébe érdemes talán a leginkább mozogni. És még egyszer visszatérve a kérdésnek arra a részére, hogy mennyire befogadóak, ugye a másik fél meghallgatása az nem ugyanaz, mint a vélemény elfogadása, és azt nehéz így úgymond letesztelni, hogy vajon mennyire fogadják el a másik véleményét. Az már szerintem egy eredmény, hogy sikerül megismertetni a magunk véleményét. Köszönöm. Egy konkrét problémára is rákérdeznék. A két világháború közötti magyar revíziós törekvések értelmezése kapcsán lehet-e érdemi párbeszédet folytatni magyarok és szlovákok között? Szerintem igen. Ha az érdemi párbeszéd alatt azt értjük, hogy a magyarok vagy a magyar történelmi tudat számára fontos gondolatokat át tudjuk adni a szlovákoknak. Mik ezek? Például az etnikai határa vonatkozó kérdés. Van a szlovák történelmi tudományban, történet tankönyvírásban és történelmi tudatban is meggyökeret vert néhány olyan gondolat, ami szerintem magyar részről kritikára, reakcióra érdemes. Az egyik például az, hogy nem lehet igazságos, vagy nem lehetett igazságos határt húzni, illetve az etnikai határ, hogy lényegében elmosódott volt. Még a csehszlovák népszámlálási adatok is azt mutatják, hogy eléggé tiszta, egyértelmű nyelvi, etnikai határ volt magyarok, szlovákok között. Például az általad említett könyvben is, ahogy más például internetes felületeken is próbáljuk az ilyen erre vonatkozó etnikai térképeket minél több helyen nyilvánosságra hozni. Ezek az etnikai térképek például a szlovák tankönyvekben utóbbi időkig nem szerepeltek. Most már feltűnnek etnikai térképek. Az etnikai térkép, például egy úgynevezett vörös térkép, az a magyar történelmi tudatnak egy nagyon aktív eleme. És azt gondolom, hogy ez jó, hogyha a szlovák történelmi tudatban is minél mélyebben helyet kap, mert az sok magyar politikai, társadalmi mozgatórugóra választ ad. Tehát ez szerintem egy olyan eleme a szlovák történelmi tudatnak, amire magyar részről érdemes reagálni, és aktívan lehet, és szerintem meggyőző. Köszönöm. Alapvetőleg, ha nincs erre a válaszra reagálás, a szlovák kollégáktól kérdezném azt, hogy a szlovák történész szakmában pár kivételtől eltekintve Esterházy azon tettei is a visszájára fordulnak, amelyekért a magyarok hősként tisztelik őt. Gondolhatunk itt például a megnövekedett területű magyarországi szlovákság melletti kiállására, illetve a tartózkodásra az 1942. májusi szavazástól. E tettei érdemeit szlovák részről az alibizmus vágyával szokás negligálni. A tettek nem önmagukért beszélnek? Alapvetőleg a szlovák kollégáktól, de természetesen bárkitől szívesen meghallgatom a választ. Jablonyicki úr például kívánják, hogy ön szóljon hozzá, tessék. Na, számoszom. Ne pocsuljam el, természetesen. Pácsiszem. Ja nemôžem hovoriť za celú historiografiu, môžem hovoriť za isté interpretácie a postoje, alebo isté interpretačné teda výkony. Napríklad som si prešiel
niekoľko posledných teda encyklopédií teda slovenských a vlastne tu je kontinuita aj v normalizačnej teda historiografii aj z hľadiska teda Esterházyho a potom aj teda v novšie encyklopedistike, ak encyklopedistiku teda považujeme za istým spôsobom za zahrnutie a možno zjednodušenie z tých aj historických faktov a súvislosti. A sú tam mierne odlišnosti, ale v zásade hlavný teda problém, myslím, že aj slovenskej politiky, duchovnosti a kultúrnosti s Esterházym je samozrejme koncept revízie. Koncept revízie, či vlastne politik, už minoritný, či iný, z istého etnika národa môže hovoriť a môže istý štátny politický koncept teda vyslovovať mene iný. Hoci nemá na to teda samozrejme morálne ani iné opravnenie. Čiže tu je teda tá vízia, ktorú myslím, že aj pán Sarka rozoberal. Vlastne vízia, hoci vízia mnohých teda politikov, ja poviem príklad zo slovenských teda dejín, vízia mladého Štúra sa presadila svojím spôsobom po 150 rokoch. Vízia, ktorá sa vtedy mohla zdať vlastne neskutočná a absolútno okrajová a vlastne minoritná. Naopak, tá vízia Esterházyho, vízia začlenenia na Slovenska, vízia teda aj vlastne maďarskej politiky, ktorá vychádzajúca teda z tej trianonskej traumy a trianonská trauma, ktorá poznačila veľmi výrazne Esterházyho. Individuálne, istým spôsobom, samozrejme reprezentoval to možno aj nejakú širšiu traumu. Ale si myslím, že on sa s ňou mimo emocionálnych prostriedkov nevedel nejak racionálne nejak úplne vlastne teda vysporiadať. A tá vízia sa mu zosypala. Čiže to je samozrejme dilema interpretačná a dilema teda vzťahová slovensko-maďarská širšia. Hej, ale aj minorita. To je ten vlastne základný konflikt, ktorý tu je v mnohých veciach, ktorá dopomôže. Tu by som možno aj polemizoval, že možno teraz už s názorom tu vysloveným, že slovenská teda historiografia nevyprodukovala vlastne dostatočne textov a vlastne k tejto téme, kontext teda témy Esterházy, arbitráž Trianon. No žiaľ, už sa tu spomenul meno Deák a samozrejme tá, ten základný text o politickom profile Esterházy je dostupný aj angličtine, aj v maďarčine a Deák, ktorý najdlhšie vlastne študoval vlastne tento problém, aj vzťahový, aj osobnostný, aj individuálny, samozrejme túto veľmi zložitú a ťažkú vlastne hej, dobu, samozrejme je hra Slovensko, myslím, že dostatočne rozanalyzoval mnohé tieto vzťahové veci a isté, že mal a má som povedal taký, že principiálny kritický postoj z tohto hľadiska, z politického hľadiska, politicko-historického, politicko-teda vývojového aj strednej Európy, Československa a aj budúce vízie dejín. Myslím, že je to principiálny. Takže samozrejme možno sú ale iné hľadiska, kde k Esterházymu sa dá vlastne teda pristupovať a istým spôsobom teda akceptovať možno to pán teda Mikloško, alebo to bolo tlmočené, istá nejaká vízia univerzálna, kresťansko-konzervatívna. Pre istých politikov toto môže byť istá nejaká programová vec, ale už keď to prestupuje do vzťahov slovensko-maďarských, minoritných, myslím, že to naráža na veľmi vážne problémy. A svojím spôsobom až neprekonateľné.
A já chcem vlastně upozornit třeba na text Ladislava Szigetiho, to možná si ho, můžete si ho čítat jako esej, odkiaľ a tam Slovensko, je to 2013, ktorý samozrejme ako liberálny Maďar vyjadruje zásadné stanovisko k Esterházymu ako kontroverznej a tragickej postave, z ktorého konceptom teda revízie sa nemôže teda identifikovať. A vlastne aj Szigeti aj tú odvahu, ktorú istým spôsobom prejavil v Slovenskom sneme Esterházy, keď teda nehlasoval v mnohých tých textoch, je, že hlasoval proti a že bol jediný, je to samozrejme istá mystifikácia a nepresnosti. Isté, že tu nemáme dostatočný teda dokument a záznamy práve z tohto hlasovania. To je jeden z tých paradoxov, kde možno ani dokumentami sa nepohne ďalej, hoci texty samozrejme bude veľmi dôležité a ďalšie publikovať. Ale chcem sa vrátiť k tomu Szigetimu hodnoteniu. Esterházy mu bol navrhovaný ešte v Československu, aby dostal teda vyznamenanie. Nie je to upresnené, aspoň ja neviem, možno by to niekto mohol upresniť. Havel samozrejme principiálne to odmietol. A Szigeti tu spomína, a tu je väzba, jedna vlastne škála k tej pozícii diferencovanej aj na maďarskej minoritnej na scéne, kde Szigeti odmieta koncept Miklóša Duraja. On hovorí, že práve tiež pre jeho revizionizmus a istým spôsobom samozrejme, Esterházy sa stal istým symbolom a symbolikou, možno aj preto vnímanie, aspoň zo slovenskej strany, že je to neakceptovateľný teda, hej, koncept. A len, čiže už aj samotný Szigeti odmietal, aby János Esterházy bol vyzdvihovaný v rámci v tej súčasnej alebo dobovej pravicovej politike na Slovensku na istý piedestal. Potom samozrejme je tu tých 10 približne, možno je to, dá sa upresniť, hlavných teda symbolov identity, možno ale aj politickej línie, politickej reflexie tam minulosti cez sochy, ktoré sú na južnom Slovensku, ale mne sa zdá aj cez teda historiografiu, interpretáciu historiografickú práve tohto modelu a konceptu teda revízie, že áno, nech tie sochy by boli a sú, ale na druhej strane by mala byť tam aj tá odvrátená stránka teda Esterházyho konceptu. Áno, že ja som sa zasadzoval o revíziu teda hraníc na rôznej úrovni, veď sme tu viacer veci počuli, ďalšie treba ešte rozhodnúť z úloha pri tom Čánovi a tak ďalej. Áno, tento koncept sa nenaplnil. Možno v istej vízi sa mohol naplniť, ale by som povedal, už by to bolo proti zmyslu a vývinu a konceptu slovenskej teda politiky dozrievania ako národa, ktorý formuloval sa a koncipoval sa istej podoby teda štátnosti a súboja a vývoja k tejto štátnosti a kultivované podoby spolužitia a hlavného takého emancipačného modelu medzi teda národmi nielen Strednej Európy, ale Európy vôbec. Čiže on prináša veľa podnetov, ale pokiaľ ďalšie aj dokumenty nebudú, tak samozrejme nemôžno niektoré veci objektivizovať, ale predovšetkým si myslím, že zmierenie sa s tým konceptom revízie je zaiste aj v rôznej podobe, ako ho uskutočňoval,
musel vlastně samozřejmě akceptovat to, keď on robil tu drobnou prácu pre minoritu svoju, samozřejmě, hej, maďarskou. To je vlastně neoddiskutovatelné. Možno samozřejmě je už zložitější to, ako různými diplomaticko-politickými prostředkami vstupoval do situace medzinárodnej politiky a sami znal, že nedovidel některé súvislosti toho katastrofického vývoja na Európy, že hoci malou mierou, ale predsa kto toho prispieval. Ďakujem, pán Jablonický. Niekto niečo ešte k tomu? Pán Podolec, páči sa. Ale možno ešte stručne otázka, pokiaľ sa dobre pamätám, smerovala na jednej strane k tomu hlasovaniu a na druhej strane k tej medzivojnovej poďme. Vyredenite, áno, určite. Možno k tomu hlasovaniu, k tomu už bolo povedané, myslím, že aj dnes tu dosť a možno len zopakujem to, že sme pochápať aj istý kontext a pohnutky znovu. No a pokiaľ ide o tú medzivojnovú identitu znova, tiež by som ten možno zopakoval, že jedna stránka veci je možno legitimná, iné hájenie menšinových práv. Druhá vec je, že to už nejakým spôsobom hraničí integritou štátu. Možno to je taká zaujímavá vec, že na to by mohli dať možnosť svoj názor aj kolegovia, že zatiaľ, čo na tej československej scéne v rámci nemeckého menšinového spektra hrali istú nie bezvýznamnú úlohu aj aktivistické strany, ktoré boli istý čas dokonca aj časťou vládnej koalície. Hľadiska maďarského politického menšinového spektra sa tieto sily nejakým spôsobom nevyvinuli. To je možno tiež zaujímavá otázka. Nemám ju ani nejak zanalizovanú, napríklad prečo, ale je to možno zaujímavá otázka. Pánovi Podolcovi ďakujem. Čáky uratno, kýrem, solema, tešiek. Köszönöm szépen, szeretném én is megköszönni azt, hogy itt lehetek, és szeretnék gratulálni a szervezőknek. Úgy gondolom, hogy szükségesek az ilyen dialógusok, és lényegében azt hiszem, hogy mindenki kezd érezni most már ebben a teremben, hogy itt nem is elsősorban Esterházyról beszélünk, hanem arról, hogy képesek vagyunk-e szembenézni önmagunkkal. Mi magyarok, szlovákok, és magyarok és szlovákok kölcsönösen. Egyébként szeretném megjegyezni a tisztelt jelenlévőknek, hogy szombaton Pozsonyban, az MKP székházában hasonló beszélgetést szeretném megvalósítani a rövid 20. századról. Popé Gyulát arra kértem fel, hogy elemezze az első világháború utáni történéseket magyar szempontból, az itt jelenlévő Andrej Tóth csehszlovák szempontból fog majd hozzászólni ehhez a kérdéshez. Molnár Imrét a kisebbségi nemzeti politika pozitívumairól is negatívumról kértem hozzászólni, illetőleg Simon Attilát pedig épp az aktivizmus és a szlovák, illetőleg csehszlovák politikai pártokban való működésről. Na most én nem vagyok történész, és én nem is akarok itt a történészek dolgaiba belekontárkodni, de azért itt három megjegyzésem lenne. Az első, ugye Esterházyval kapcsolatban is, és a két háború közötti, vagy a versailles békerendszer utáni magyar politikával kapcsolatban is elhangzik itt már, hiszem, 5-6-szor az, hogy revizionista. Azért legalább fél mondattal mondjuk ki az igazságot, hogy a világtörténelem nem 1918-ban kezdődött. Tehát azt azért nem lehet játszani, hogy 1918 végén volt egy versailles békerendszer, az a versailles békerendszer rossz volt, véres második világháborúban, és egy nagyon csúnya 20. századba sodorta Európát, ennek irodalma van. És ha valaki azt mondja 1918 vagy 20 után, hogy hát ez bizony nem volt jó, ezt valahogy át kellene gondolnunk, akkor az most itt revizionista, rossz, negatív, és csak az jó, ami 1918 vagy 20 után kialakult. Azért ezt szögezzük le. A cseh-szlovák történészek is, sok mindenki egyéb ebben a régióban, meg nem csak ebben a régióban, azért picit nézze meg ezt kontinuitásában is.
A másik dolog, ami számomra ilyen furcsa, ezt most már kicsit íróként is mondom, mert ügyes vagyok feltüntetve a meghívóban is, akkor azt hallom, hogy most ezt szándékosan mondom, ilyen jó keverten, hogy kontroverzni személyiség. Kérem, mondjon valaki a világtörténelemben nekem valamilyen személyiséget, hogy valakit, aki nem volt kontroverzni valamilyen szempontból, és főleg mondjon valaki nekem, aki egy durva időszakban 1935 és 55 között például nem volt kontroverzni Európában, vagy akár a világon. Kezdhetjük Winston Churchill-t elemezni, kezdhetjük Roosevelt-et elemezni, Truman-t elemezni. Ez egy olyan, egy idétlen kor volt, nem lehet most itt csak bárkire így rádobni, hogy ilyen vagy olyan kontroverzni. Persze, hogy az volt. És akkor most nézzük meg a harmadik dolgot, természetes, hogy a történelmi vitákban valahová el tudunk írni, de vannak határok, amin túl nem tudunk lépni, és amin más eszközökkel kell túllépnünk. Hát megint csak visszatérek oda, hogy nagyon jó, hogy vannak ilyen beszélgetések, szembe kell néznünk a magunkkal, nekünk, magyaroknak, és gondolom itt majd a holokauszt túlélő kedves barátunk elmondja, hogy mi mindent kell megnézni nekünk, magyaroknak, ami múltunkból, de azért elmondta a rövid felszólalásában már a kedves budapesti vendégünk, hogy azért ugye a szlovák barátainknak is meg kell nézni a maguk történetét, akár 1939 és 45 között is. És ez egy nagyon érzékeny téma, és hát végül is azért nem tudunk túllépni az Eszterházy témán, mert Eszterházy valahol azért szimbólum. És ezt nem én mondom, bizonyára ismerik a tisztelt történész úrak azt a könyvet, hogy Processus doctorum Josephum Tisom. Ez egy szlovák publikáció, Dr. József Tiso pere, 1991-ben újságírók még élve találták a Tiszóper vádlóját, Státni Zsalopca, és védőjét. És az ügyész, a dolog sos pikantériája az, hogy ugyanaz volt a Tiszóperbe, mint a Eszterházy perbe is. Eszterházyt a népbíróság ugyanolyan törvény alapján, ugyanolyan cikkolyá alapján ítélték el, mint Dr. József Tiszót. És ott ez az ügyész mondja azt, hogy amikor Eszterházyt az első körbeli halálra ítélték, akkor ő oda megy a bíróhoz, és azt kérdezte a bírótól, hogy és mi az, hogy halálra ítélt? Tehát nem kértem rá halálbüntetést. És a bíró azt mondja, és ez ott van leírva a könyvbe. Mindjárt mondtam talán a háború utáni szellem előbeszél. Tehát azt mondja a bíró, hogy a csoszaros csúlyés, és aki talán egy magyar. Idegeskedsz, ez csak egy magyarról van szó. Tehát ez a kontextus azért is ott kell, hogy valahol legyen. És akkor most már én befejezve, azért ugye még két emellette van ennek a dolognak, és itt nagy tisztelettel szeretném elmondani, hogy Szarka professzor úrat nagyon-nagyon tisztelem, barátok vagyunk, remélem a mostani mondatom után is azok maradunk. De nem értek egyet azzal, amit László itt mondtál, hogy a szlovák történészeket egy bírósági ítélet tartja békjóba, és nekik ahhoz kell igazodni. Tehát biztos, hogy van ennek egy történészi szintje, de van ennek egy jogi szintje is. És most megkérdezem a kedves barátainkat, bármilyen nemzetiségűek, mert itt már talán politikai témává is válik a dolog. Eszterházy Jánosnak joga lenne egy tisztességes bírósági ítéletre. Nem szándékosan nem azt mondom, hogy rehabilitáció, mert a rehabilitációban benne van egy prejudikció. Olyasmire, mint amit Nagy Imrével végigfolytattak Magyarországon. Rózsa Ernő kollégám Eszterházy János lányának a kérésére ezt kezdeményezte a 90-es években. A részleteket nem mondom el, de ha majd valakit érdekel, akkor beszélhetünk róla. A vége az volt, hogy a népbírósági ítéletek utolsó előtti paragrafusa úgy szólt, hogy ezek ellen a döntések ellen soha nem lehet fölleviteli eljárást elfolytatni. Amikor 1999-ben bekerültünk először a kormányba, én két embert ismerek a szlovák politikai térféről, akik tisztességesen és korrekt módon viselkedik a politikusok közül Eszterházy irányában. Elsősorban František Miklóskót, másodszorban pedig Ján Csarnogorszkit. Csarnogorszky akkor igazságügyi miniszter volt, és én azt kértem tőle, én meg kvázi ugye miniszterelnök helyettes, nézzük meg, hogy mit tudunk tenni Eszterházy ügybe. Nekem birtokomban van
a Szlovák Köztársaság igazságügyi minisztériumából egy elemzés, amely azt mondja, hogy csak ezt valamilyen módon jogilag meg lehetne és meg kellene oldani, de ha hozzányúlnánk, akkor Eszterházit automatikusan rehabilitálni kellene, még azt a rossz népbírósági törvényt is három ponton legalább megsértették. Ezt a Szlovák Köztársaság igazságügyi minisztériumának az elemzése mondja. És akkor az utolsó dolog, hogy aztán már az Eszterházi képhez nekem ne kell hozzászólnom, haza kell őt hozni. Nem lehet az, hogy Eszterházi örökké Csehországban legyen, kell egy tisztességes helyet csinálni, úgy gondolom, hogy kellene egy szlovák legfelsőbb bíróság részéről egy újratárgyalása perének, és akkor majd eldőlnének a dolgok. De és ismétlem, hogy a jelenlegi szlovák igazságügyi minisztérium azt mondja, hogy 100%-osan rehabilitálnak őt, de én ezt nem akarom előre prejudikálni. És az összes többi, ami marad, majd az következő vitákból is, majd kialakul egy Eszterházi kép. És biztos, hogy nem lesz rá azonos nézetünk. Ugye, de az a történészek dolga, az az Eszterházi, mint jelenség témája, de nem szabad, hogy érintse az ő becsületét, ami a bírósági ügy, és nem szabad, hogy érintse azt, hogy ő ki van lényegében száműzött még mindig Cseföldbe. Ez szerintem nem jó. Elnézést, egy picit hossza volt. Csáki úr észrevételét köszönöm szépen. Podolec úr jelezte, hogy hozzászólna, tessék. Možnán drobnú otázku k tým procesom, no šlo o retribučný proces, ktorý v podstate retribúcia bola celoeurópskym fenoménom a myslím, že neviem ani o nejakých prípadoch v Európe, že by sa pristúpilo k revízii retribúcií a retribučných procesov. Treba to odlišovať, bol tu umenutý, neviem, príklad s Imre Nagyom, ktorý vám je to absolútne odlišná situácia. Retribučné súdy, povedzme, komunistickými súdmi. Samozrejme, keby sme, pod okolnosti som aj právnik a trošku sa aj tou retribúciou zaoberám. Takmer retribúcia vznikala, vznikala v dobe, akej vznikala a poviem vám, že dnešným kritériám súdnych procesov by takmer žiadny z tých retribučných súdov és természetesen az akkori négy újságíperek, vagy azok közül a mai viszonyok és a mai felfogás tekintetében jogszemlélet tekintetében egyik se állná meg a fejét. Mal biztosan valami opatrni, povedzme, én e tekintetben nagyon óvatos lennék ennek a kérdésnek a kinyitásában. Köszönöm szépen, Hetényi úr szeretne szólni. Ja som takisto veľmi rád, že takéto diskusie prebiehajú a dávajú čoraz viac pestrofarebný obraz o Janošovi Eszterházy. Posúvame sa kročík dopredu, ten čierno-bielý obraz je hádam už za nami a posúvame sa niekam inám. To je potom aj úlohou možno do budúcna pozrieť sa na nejaký mikrovýskum, tie nové pramene, ktoré by mohli byť k dispozícii, by nás mohli posunúť niekam do ďalšej sféry. Chcel by som zareagovať na pána Čákyho. Veľmi dobre povedal, že dnes je veľmi ľahké dať komukoľvek nálepku kontroverzný. Ťažko sa to potom vyvracia, že čo to je. Buď máme ohromne veľa dôkazov o jeho pozitívnej a negatívnej stránke, alebo máme minimum, poznáme minimum prameňov a nepoznáme proste tú osobnosť dobre, tak označíme nálepkou kontroverzný. Potom ťažko sa posúvame dopredu, ale ja som optimista, snáď sa posunieme o niekoľko rokov dopredu, aby sme mohli túto nálepku už od Janoša Eszterházyho dať preč. Ešte sa chcem dotknúť kolegu, ktorý tu nie je, ale veľmi si odctím, je to Attila Simon, ktorý podľa môjho názoru ako jeden z maďarských historikov naozaj prispieva k dobrému ovzdušiu a k obrusovaniu tých hrán v argumentácii slovenskej maďarskej historiografie. Jednak ma upozornil na to, že nie je celkom dobre a korektné používať termín spravodlivá hranica aj v súvislosti s viedenskou arbitrážou a seba reflexne to vnímam.
A takisto reflektujem aj jeho vyjadrenie k Trianonu, kde hovorí, že maďarská verejnosť má právo Trianon hodnotiť negatívne. No? Ja ale by som len podotkol, že aj slovenská spoločnosť môže mať právo možno neakceptovať hneď pozitívne akúkoľvek osobnosť. Áno? To sa netýka len Jánoša Esterházyho, ale aj iných osobností, ľudáckých osobností, alebo osobností, ktoré nám tu vládli po roku 1948. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, köszönöm szépen. Szeretnék áttérni a zsidókat érintő témához, kérdéskörhöz. Az 1942. májusi törvényjavaslat, amelynek elfogadásától Esterházy János tüntetőleg tartózkodott, végső soron véleményem szerint a zsidó törvények summájaként, összegzéseként is akár értelmezhető. Ebből kiindulva, ha korábban Esterházy támadta is, illetve bocsánat, támogatta a zsidókat szankcionáló törvényjavaslatok elfogadását, ez a tüntető távolmaradása nem kéne-e, hogy változtasson a megítélésén? Bárkitől várok kérdést, aki úgy érzi, hogy szívesen válaszolna, megköszönném. Parancsoljon Lebovics úr, nagyon szépen köszönöm, hogy jelentkezik, nagyon szívesen meghallgatjuk Önt, tessék. Pillanat, azt gondolom természetesen... Bocsánat, nem hallani. Halló? Most igen. Természetesen erről nekem van véleményem, nem csak nekem, hanem a zsidóságnak van véleménye, de mielőtt ezt én elmondanám, szabadna nekem egy dolgot mondani. Nevezetesen nem az én tisztem, hanem nem vagyok történész, ezt elmondtam. Mezei mérnök vagyok, azért azt gondolom, hogy jó lenne, ha a történész társadalom itt is és másütt is a tényeket vizsgál. Szabadna nekem mondani, bár volt utalás arra, hogy ami 45 után a bíróság csinált, az nem vitatható, mert olyan időket élt. Röviden megpróbálom. Esterházy védője volt dr. Csikanova, pozsonyi cseh ügyvédnő, aki 5 nappal per kezdete előtt kapta meg az anyagot. Ő időt kért, amit a bíróság elutasított. Mit mondott ezt követően ez az ügyvédnő? A vád egyetlen pontját sem bizonyította be a bíróság. Esterházy János nem borította fel a Csehszlovák köztársaságot, aminek bizonyságául szolgál az a megszáfolhatatlan tény, hogy Esterházy nem volt jelen 1938. október 6-i zsolnai határozat meghozatalánál, amely Szlovákia autonómiát kiáltotta ki, sem pedig 1939. március 14-én a pozsonyi nemzetgyűlés ülésén, amely Szlovákiának a cseh országrésztől való elszakadását és önálló államiságát állította. Ezzel szemben idézhető Esterházy 38 évi csehszlovák válság idején tett nyilatkozata a Hlinka párt lapjának, a szlováknak, amelyben határozottan és világosan kijelenti, hogy a csehszlovákiai magyarság kisebbségi jogainak teljes érvényesítésére törekszik a Csehszlovák köztársaság keretein belül. Szabadna
annyit mondani. Szó esett itt Lovál miniszternek a szerepéről. Szabadna elmondani, hogy mit mondott a miniszter tanács ülésén szlovák miniszter. Eszterházi Jánost kivégzik, az gyilkosság számba megy, védekezési lehetőség nélkül ítélték halálra, az ellene felhozott vádak hamisak, azt akarjátok, hogy azt az embert öljék meg, akiről mindnyájan tudjuk, hogy 1942-ben nem szavazta meg egyedül 63 képviselő közül a zsidótörvényt, és aki cseheket menekített ki Magyarországon keresztül a németek elől. Ez bűn volna. Támogassátok mindannyian az elítélt nővérének a köztársasági elnökhöz benyújtott érvényét. Szabadna még. 55. május 9-én Szlovákia általános amnestiát hirdetett. Börtön udvarán felsorakozott rabok közül az utolsó pillanatban 7 rabot, köztük Eszterházi Jánost visszatartották. A börtön parancsnoka közli, hogy rájuk nem vonatkozik az amnestia. Szabadna megemlíteni Jan Gál Podnuhulszki, szlovák író, mit írt Eszterháziról. Mit mondott Eszterházi János 1940. május 5-én a parlamentben az ilovai koncentrációs táborról? Hihetetlen, hogy ebben az országban, amelynek feje egy katolikus pap, és a kormány elnöke ugyancsak egy magát mélyen hívő, hitet valló katolikus, aki gyakran jár az úr asztalához, olyan dolgok történtek, amelyek figyelmeztetni akarok. Most ez tovább nem részletezett. Most jön az, ami a kérdés. Ebben az ügyben az igazakat jelölő izraeli bizottság elnöke Moshe Bajszki azt írta a lányának, Eszterházi Aliznak. Yad Vashem, a holokauszt mártírok hősök emlékbizottsága hivatalában az ön édesapja néhai Eszterházi János tetteire és tevékenységére vonatkozó tanúvallomásokat és dokumentumokat kaptunk készhez. Arról az időszakról, amikor a II. Világháború alatt a náci közegek a zsidókat üldözték és likvidálták. Az ön apja úgyis, mint egy politikai párt vezetője, mint a szlovákiai parlament tagja, megértést mutatott az igazságtalan üldözött zsidók iránt, és bátran kritizálta a nácik tetteit nyilvánosan is, ami nagyon ritka jelenség volt azokban az időkben. 1993-ban Simon Wiesenthal, az ismert náci vadász, levélben kérte az illetékes szlovák szervezeteket Eszterházi János mielőbbi rehabilitálását. Václav Havel államelnök által alapított Masaryk díjra jelölték Eszterházi Jánost, amit a Szlovák Nemzeti Tanács is elfogadott, és javasolta a második legtöbb szavazatot. A Szlovák Tudományos Akadémia tiltakozására Havel elnök Eszterházi törölte a kitüntetett sorából. Más külföldi államelnökök és külügyminiszterek is szóvá tették, anélkül, hogy részletezni. Oroszországi Föderáció legfőbb ügyészsége 93. január 21-én rehabilitálta Eszterházi Jánost, ugye azt az Eszterházi Jánost, akit Gusztáv Huszák passzolt át a NKVD-nek, mint Eszterházi. Szóval azt hiszem, hogy egy sor olyan tény van még, amit senki nem vizsgált. Az a gyanú nekem, hogy nem értek.
történelmi dolgokhoz, illetve valamit konyít. Sokkal mélyebb dolgok vannak, ami részben érintve van, és én azt gondolom, a magyar-szlovák megbékélésnek egyik pontja az, hogy állandóan az Esterházy téma napirenden van. Én nem tudom, hogy mire utal az egyik neves professzor, amit azt mondta, hogy itt ugye Szlovákiában nem érzelmi alapon fogják ezt a témát vizsgálni, ezzel szemben odaállt, igen. Ugyanakkor az is tény, hogy a Csehszlovákia felvonásának alapvetően ugye a Tiso által vezetett adminisztráció volt, ami ezt megalapított. Senki más. Milyen hatalma volt azon kívül, hogy a Szent Istváni dolgok irányába gondolta Esterházy János. Ennek némileg ez a logika. A második, ami megint egy tény, a zsidó kérdéshez. Sarka Margit, aki egy szerzetesrend vezetője, aki a Horthy időszakban elutasított, a magyar főpapok is, aki támogatást kér, hogy támogassa a szlovákiai zsidóknak a mentését, ő el tudta intézni az amerikai püspök segítségével annak idején, hogy 12. Pius pápa fogadja. Erre utaltam itt a plenáris ülésen. Most még egyszer azt mondom, 12. Pius pápa utasította a 7 szlovák püspököt, köztük a Tiso elnököt is, hogy hirdessék ki, hogy nem lehet a zsidókat deportálni, és utána munkatáborok és egyéb helyeken helyezték el. Megemlítem, hogy ezt az akciót az a Slakta Varvet intézte, ugyancsak Magyarországon 1940-ben az úgynevezett Kamanes-Podolszky kapcsán, aminek az a lényege, hogy a akkori idegenrendészet és a magyar kormány tudtával körülbelül 20 ezer embert dobtak át az akkoriban már németek által megszert Galíciába, ahol körülbelül 20 ezer embernek a jelentős részét az SS kivégezte. Tehát nincs arról szó, hogy én ne látnám, hogy mi van nálunk most és mi van akkor, de az én igazságérzetemet nagy mértékben rántja, és azért fordultam Iván Gasparovics elnök úrhoz levélbe, amire válaszolt a Szlovák Tudományos Akadémia történettudományi osztályra, amelyre én is megadtam a megfelelő általam jónak tartott választ, amelyik rendelkezésre áll, ez megjelent nyílt levélben a Magyar Népszavában. Én csak azt kérem, tisztelt hölgyeim és uraim, jó lenne, ha bizonyos dolgokat félretennének, és bizonyos dolgokat a tények alapján próbálnának megítélni, és van olyan a világon, hogy ki mondja azt, hogy nem követett el bűnöket, hibákat Esterházy János, és ki mondja azt, hogy Esterházy Jánossal szemben nem követtek el ugyancsak ilyen súlyos lépéseket. Valahogy ennek az ügynek jó lenne, ha pontot tenne a szlovák közvélemény és a tudományos élet ezt támogatja. Amikor olvastam ezt a dolgot, amely Klasznak Hával által alapított Masaryk díj mondta, akkor pláne eszembe jutott, hogy itt valami más is van. Ha már a Szlovák Nemzeti Tanács is támogatta, akkor milyen alapon támadta meg ezt a dolgot a Szlovák Tudományos Akadémia? Ez kérdés, nem állítás. Én köszönöm, hogy lehetőségem nyílt arra, hogy megszólalhassak. Nekem csupán az motivált, hogy ebben az ügyben nyilván
kérjek, még egy utolsó mondat, van a táskámban az a könyv, amit 2007-ben írtam, zsidó törvények, zsidó mentők, amely bemutatja, hogy milyen sötét és milyen egyetlen volt a Horthy rendszer zsidó politikája, amely 1920-tól 45-ig előkészítette azt, hogy utána az emberek nagy része ellenségesen vagy közönösen nézett a zsidókra, és nagyon kevés állt mellé. Ennek eredménye ez, ennek a ténynek a bemutatása a miniszterelnöki expozíción keresztül, és utána 700 zsidó mentőnek sorsát mutatja be. Köszönöm, hogy szóltam. Nagyon szépen köszönöm Lebovics úrnak, hogy értékelte Esterházy János embermentő munkáját, annál is inkább, mivel ez is vita tárgya a magyar és a szlovák álláspont között. Utóbbi szerint csak a cselédeit mentette. Ezzel kapcsolatban jut eszembe a Vörös Előd és Vörös Attila urak által készített dokumentumfilm feldolgozás Esterházy Jánosról, amely élő tanúkat szólaltat meg, akik Esterházy Jánosnak köszönhetően menekültek meg, illetve élték túl a korszakot. Még visszakanyarodnék az említett ítélethez személyével kapcsolatban. Szeretném megkérdezni mindnyájuktól, hogy József Tiso kormánya idején a szlovák parlamentben résztvevő képviselők valamennyi tagját el lehetett volna ítélni. Miért egy ellenzéki képviselő ellen született ilyen súlyos ítélet? A választ bárkitől szívesen meghallgatnám. Született is ítélet, a szlovák parlament tagjait is elítélték. A különbség csak annyit, hogy ők egy-két éves börtönbüntetéseket, talán 3 év volt a legnagyobb. És azok, akik a kormány, szlovák kormányban voltak képviselői, például Steinhübel, Sam Karmazin is, nem tudom, hogy halálos ítéletet kapott-e. Tény, hogy ilyen súlyos ítéletet azok, akik nem szöktek el, mert ugye sokan emigráltak el, menekültek, a képviselők közül egyedül Esterházy kapott. Tehát itt Csáky Pál már megadta a választ arra, hogy miért kapta ezt az ítéletét Esterházy. Nem is ez a fő kérdés, én azt hiszem, hanem az, hogy Esterházyt egy olyan korban ítélik el, és ezt is kell, meg kell említeni legalább, amikor a szlovákiai magyarság egészét kollektíve háborús bűnösként elítélték, jogfosztottságra ítélték, és tulajdonképpen a párizsi békekonferencia döntött csupán arról, hogy itt maradhatnak Csehszlovákiában, és nem lesznek háborús bűnösként kollektíve egy emberként kitelepítve Magyarországra. Esterházy János sorsa itt is összefügg azzal a népcsoportnak a sorsával, amelynek ő vezetője volt. Molnár Imrének köszönöm szépen. Poznámka k tomu tým retribučným súdom, tak nemám to presné štatistiky ani z pamäti neviem, ale pokiaľ ide o celkovú politickú garnitúru Slovenskej republiky z rokov 1939-1945, tak myslím, že do 30 rozsudkov smrti tam padlo. Rozsudky boli naozaj, pokiaľ ide o tých politikov, rôzne, naozaj od niekoľkých mesiacov až po tie tresty smrti. Treba však povedať, že meritom retribučných procesov nebola práve táto rasová otázka. Meritom retribučných procesov špeciálne v Čechách a na Slovensku boli skôr tie otázky rozbíjania štátu alebo podielania sa na
v spolupráci s cudzou veľmocou na rozbití štátu a podobne. Toto boli tie hlavné paragrafy a to rasová otázka bola celkové pri všetkých retribučných procesoch len okrajová. Aj v tom najznámejšom napríklad s Jozefom Tisom tiež a otázka tzv. Riešenia židovské otázky bola len okrajová v rámci paragrafu kolaborácie, ktorý bol spomínaný až na treťom mieste. To, len toľko k retribúcii. Köszönöm szépen, Podolec úrnak, Hetény úr, kér szót, tessék. To, čo sa dialo s Janošom Esterházym po roku 1945, naozaj možno zhodnotiť ako obrovská tragédia pre neho, osobne aj pre jeho rodinu. Len pobyt v Moskve, väzenie, gulag, návrat do väzenia na Moravie v Čechách, a takýto prísny trest je niečo hrozné z ľudského hľadiska. To ale neznamená, že by sme sa nemali pochopiteľne pozrieť aj na jeho biografiu spred roka 1945. Ja som sa nikdy nevenoval presnejšie, som sa nikdy nevenoval prameňom, ktoré by skúmali vzťah Janoša Esterházyho a Židov. Je pravda tá, že som ani nenašiel informácie, čo neznamená, že nie sú. Dopodrobne som skúmal skôr systém politickej strany, zjednotenej maďarskej strany, respektíve maďarskej strany na Slovensku od roku 1940 a jeho vklad do pôsobenia tejto strany. Pôsobenia tejto strany aj vo vzťahu k štátnemu aparátu na Slovensku. Mám pomerne ďaleko, poviem za seba, aby som nedokázal pozitívne vnímať aj jeho národné, kresťanské, ľudské postoje, pretože naozaj, čo sa týka vzťahu k vlastnej etnicite, myslím, že tam spravil neskutočne veľa. Takisto bol poctivý kresťan, ale to je zase len moje osobné ľudské hľadisko a nemá to dočinenia čo s historickým výskumom. Ďakujem pekne. Hetény úrna, köszönöm szépen. Ha nincs több hozzászólás, én visszatérnék egy rövid kérdés erejéig a hazaárulás vágyához. Egy római mondás szerint ubi bene, ibi patria, ahol jó, ott a haza. A csehszlovákiai magyar közösség a két világháború között milyen politikai légkörben élte meg ezt az időszakot? Nyelvi és kulturális jogai milyen fokon érvényesültek? Hazájának érezhette-e Csehszlovákiát a határon túlra szakadt magyar közösség? Bárkitől örülök a válasznak. Kollai úr, tessék! Köszönöm szépen. Igen, ez kicsit kapcsolódik az előző kérdéshez is, és ez egy olyan fontos téma, ami megint csak érdemes szlovák-magyar vitákban tematizálni, hogy itt előbb elhangzott, hogy Simon Attila azt mondta, hogy magyaroknak joguk van Trianont negatívan megítélni, úgyhogy akkor a szlovákoknak is joguk van Esterházyt negatívan megítélni. Ez a gondolat hangzott el szlovák kollégánk részéről, ami annyiban valahol sántít, hogy az Esterházyval szembeni szlovák érvrendszer, illetve ellenérzések, azok sokszor, minthogyha megkérdőjeleznék a szlovákiai-magyar közösségnek a bizonyos érzéseit, reflexeit. Ez egy új kisebbségi közösség volt, kényszerközösségnek is ugye lehet nevezni, nem párhuzamba állítható ilyen szempontból a csehországi németekkel. Ezek mind olyan érvek egyébként, amik már talán sokszor elhangoztak ilyen vitánkba, tehát nem tudom, lehet, hogy nem mondok ezzel sok újat az
itt ülőknek, de azért érdemes ezt ismételni, mert van egy olyan érzés, és cáfoljanak meg a szlovák kollégánk, de minthogyha ezeket az emberi érzéseket vonnák néha kétségbe, vagy ezeknek a jogosságát. Van egy veszély, hogy egymás érzéseit illegitimnek kezeljük és kriminalizáljuk. Egy nagyon rossz reflexet indíthat el mindkét oldalról, és szerintem egy rossz bizalmatlansági spirálba kerülhet ilyen szempontból a magyar-szlovák történelmi párbeszéd. Mondjuk úgy mindenki a Munder becsületét olyan szinten akarja védeni, hogy az nem ad mozgásteret a pont a normális beszélgetésre. Nyilvánvaló, hogy nem a Esterházy jövőben még előkerülő esetleges dokumentumitól függ, hogy a szlovákiai magyarságnak milyen múltja, története van a két világháború között, ez ettől független, illetve a mai jogaik is egy ettől független kérdés, azok nem attól függenek, hogy Esterházyval kapcsolatban milyen forráskritikai kutatások várhatók még a jövőben. Úgyhogy magyar részről ezért tud kicsit zavaró lenni ez a fajta Esterházyval szembeni nagyon nagy szigorúság. Ez talán kicsit olyan, bár a párhuzam megint csak sántít, de a párhuzamok talán jók az, hogy valami friss levegőt vigyünk az ilyen vitánkba, hogy mintha Andrej Hlinkával szemben lenne Magyarországon valamilyen törvény, vagy jogszabály, vagy annak valami hivatalos elítélése. Nyilván ő is egy kontroverz korszak nehéz sorsú politikusa. A szlovákok ugye a pénzükre tették, és ezeket egymással szembe kriminalizálni, ez szerintem nem elegáns és káros. És mondom olyan szempontból, hogy szlovákiában sok szlováki magyar él, ez egy valahol egy a nemzeti presztízst rombolhatja a itteni magyar közösségekben. Kollai úrnak köszönöm szépen, mielőtt a magam részéről az utolsó kérdést föltenném, Csáki úr jelezte, hogy hozzászólna, tessék. Köszönöm szépen, de miután a kérdés úgy hangzott, hogy a szlovákiai magyar közösség hogy érte meg ezt az egész helyzetet, annál az asztalnál én vagyok az, aki ebben a közösségben máig a legmélyebben él, tehát mondjuk ki nyíltan, és hát nem beszéljünk mellé, hát csok volt, ez egy csok. Senki nem hitt ebben. A Wilsoni elvek, ez egy nagy átverés volt. Most fogodzunk meg, ugye, de van az a nagy mondat, hogy a Versailles békerendszer rabló békerendszer volt, rabló béke volt. Ezt ugye Lenin elvtársat idéztem most. Se a Szovjetunió parlamentje, se az Amerikai Egyesült Államok parlamentje nem ratifikálta, az brit küldöttségből egy csomó ember lemondott, Paul Johnson a 20. század története című könyvében ezt végigidézi. Így csodálkoztam mindig azon, hogy a németek hogy tudtak ennek az egésznek fölülni, elmentek tárgyalni, és közben kiderült, hogy diktátumot kaptak, tehát a zárójelbe edzem meg, hogy a Versailles nagypalotában, amikor a németekkel írták alá békeszerződést, akkor a német küldöttség vezetője ülve maradt, és Clemenceau azt mondta, hogy ekkora szemtelenséget, és Lloyd George, a brit miniszterelnök azt mondta rá, hogy hát amikor látom, hogy nehéz sorsban vagy nehéz helyzetben van egy ember, akkor én nem is nézek rá, tehát nem is vettem észre, hogy ő ülve maradt. Tehát ilyen különböző hozzáállások voltak. Tehát megint csak ne szűkítsük le ezt a témát arra, hogy csak mi magyarok, vagy csak Esterházy, csak vagy néhány felvidéki magyar gondolta úgy, hogy ez rossz. Erről komoly vélemények voltak már a szerződés aláírása előtt is, a szerződés aláírása után is. Keynes például benne volt a brit delegációban, és lemondott, a nagy közgazdász. Azt mondta, hogy ő ilyen, bocsánat, kifejezését szlovák, magyar fordításban, hogy ilyen szemétségben nem vesz részt. Ott van az eredet is egyébként, a Paul Johnson idézi ezeket. Tehát én úgy gondolom, hogy azért ezzel nézzünk szembe, ez azért nem volt korrekt, belesodott minket a második világháborús, belesodott számos egyéb csúnya dologba és a 20. században. A csúszatikát én retribucsinik, jászony egyszerűen passzovagy za anyanyészom odborníkna tétoveci, samozrejme viszke odborníkna tétoveci, ale zase môžem citovať len tú knihu Polce s doktorom Jozefom Tisovom. Tam sú čísla. Tam sú aj čísla, že ako sa to aplikovalo proti jednotlivým národnostiam. Pokiaľ sa nemýlim, pomer Maďarov
ktorý bol odsúdený na základe retribučných zákonov, je 5 až 6 vyšší ako pomer Slovákov, pomer, hovorím o percentách. A pomer Nemcov ku podivu je tam, tuším, len 2,5 alebo 2,3 polovičené ako Slovákov, no ale potom on tam sám vysvetľuje, že boli vysťahovaní. Že akože Nemci boli vysťahovaní, takže neostali tu, Maďari tu ostali vo väčšomnosti na území Slovenska a vtedy padali pod tento zákon iným spôsobom. Ale ešte raz, to nie sú moje slova, moje čísla, ale sú to slova čísla z toho, to je publikácia procesu, ktorým Jozefom to sú. Ďakujem pekne, písam si. Písam si, pán Hatejný, páči sa. Prepášte, pán Podolec, áno. No, malú poznámku, pokiaľ ide o to medzivojnové obdobie, myslím, že by ani nebolo veľmi zmysluplné otvárať diskusiu, lebo tam by asi bola veľmi dlhá. A pokiaľ ide o tú retribúciu, ako to by som vôbec nespochybňoval, nepochybne ten národnostný aspekt hral na veľkú rolu retribúcii samozrejme. A popri, samozrejme, popri iných aspektoch, popri aspektoch aj z tej politickej vendety na tej politickej úrovni, na tých najnižších úrovniach, často sa do tej retribúcie prenašali aj potom často aj osobné pomsty. Krátka, retribučné súdnictvo už do samej svojej podstaty malo problematické prvky, dá sa podať celé Európe. Ďakujem, k postaveniu maďarskej menšiny v prvej Československej republike myslím, že je aj dosť, pomerne dosť literatúry. Veľmi stručne som to zhodnotil aj na hospodárske problémy, problémy s infraštruktúrou, problémy sociálne, zdravotnícke, ktoré na tom južnom Slovensku boli. Pochopiteľne aj pozemková reforma tam zohrala svoju rolu, ale to ako povedal kolega Podolec, zrejme by sme sa zdržali. Čo sa týka ale kriminalizácie, kriminologizovania, tu by som trošku rozlišoval medzi týmto slovom a dobrou vecnou kritikou. Ja si myslím, že dnes sme tu na veľmi dobrom fóre s tým, že diskutujeme vecne. Ak by išlo o kriminalizáciu osoby, takisto by to bol extrém a nie dobrý. Ďakujem vám za príspevok. A magam részéről az utolsó kérdést William Jabonicki úrnak tenném föl, de természetesen más is válaszolhat rá. A Túlócentmártoni memorandum, majd a Mártoni deklaráció is egy sok száz éves hivatalosan érvényben lévő rend, úgymond revízióját kívánta. Ha emellé helyezzük Esterházy revíziós politikáját, emberileg, ez miként értékelhető? K tomu pridovnáme revíznú politiku Esterházyho, ako sa to dá hodnotiť? Žiaľ, nepočul som, ak to bolo... Popri memoráni. Esterházyho a Mártonskej deklarácie. Na jednej strane je memorandum z roku 1861, na druhej strane deklarácia Mártonská z roku 1918. Ak to porovnáme so snahou Esterházyho, so snahami o revíziu, teda čo sa týka revízie, tak ako by sme mohli ohodnotiť Esterházyho prakticky revíziu. Ohľadom toho, že aj tieto slovenské memorandy deklarácie mali za snahu prakticky nejaký ďalší starý systém, akože zmeniť. No, neviem, či ja som práve oprávnený na takúto nejakú vlastne paralelu, ale zaiste, tu šlo, skutočne sa nehovorilo o istej kontinuite dejín, o týchto vlastne stredoeurópskych, hej, o habsburskej teda monarchii, o
Rakúsko-Uhorskej vlastne situácii vyrovnania, situácii hoci neakceptovaných, teda minorít aj v Uhorsku. A istým spôsobom teda opravnenej teda snahy, aby si presadili aj svoje teda práva v rámci teda Uhorska, či autonómne a suverénne, hej, teda svoje identity, a vlastne to bolo v celom takom vývojovom oblúku a už v prvopočiatkoch alebo koncom 18. storočia je tu koncept federalizácie Uhorska. A na tom koncepte podstatnou mierou sa teda podielali a osobnosti politické a ďalšie intelektuálne práve z územia Slovenska alebo Horného Uhorska, Hajnoci a vlastne teda ďalší. Isté, ten projekt sa teda nerealizoval. Čiže samozrejme realizoval sa iný koncept centralistickej istým spôsobom teda aj násilného presadzovania konceptu jediného a výlučného a dominantného národa. Tam vznikol ten problém. Samozrejme, že dejiny, mnohí hovorili, že tu sa zakodoval ten rozpad Uhorska, aj Rakúsko-Uhorska, bez ohľadu, že či by došlo k tej prvej svetovej vojne, alebo nie, hoci jej sa dalo samozrejme asi tiež vyhnúť, hoci tie medzinárodné okolnosti boli také ako boli, ale tieto monarchistické vlastne teda princípy, a tiež začínali vlastne anexia Rakúsko-Uhorska na Balkán a tak ďalej. Čiže zrazu sa vytvorila, isté, že sú vo širšej kontexty, celá reťaz. Čiže z toho hľadiska si myslím, že to bol úplne prirodzený autonómny nejaký pohyb reprezentantov týchto národov a národností v Uhorsku, aby si vytvorili priestor pre svoju realizáciu a samozrejme, či cez to okolie a v ďalších nejakých programových veciach a úsiliach, to keď si zoberiete vlastne politikov okolo roku 1900 sú viac menej teda vytiesnení z nejakého aj hĺbšieho, ale prvé všetkým tohto centralistického alebo maďarského uhorského vnímania, ale istým spôsobom, či Hoďa, či Blaho, potom čo formuloval Juriga, hej, program, svojím spôsobom osihotenie v uhorskom parlamente, ale on proste hovoril právo na sebarealizáciu. No, ale uhorský štát sa koncipoval vlastne ako maďarský štát, nielen s jedným politickým národom, ale tam bol pokus vlastne aj istým spôsobom, že etnizovať, monoetnizovať ako maďarský národ, nielen ako dominantný. A asi tu bol kľúč a tu bol problém a v zárodku, v tej podobe, ako sa to realizovalo. Hoci v Európe v istej podobe toto prebiehalo, či Prusko takto expandovalo aj dovnútra voči svojim teda minoritám alebo iným, ako Rusko tak robilo a tak ďalej. No, ale vývoj došiel k tomu, isté, že aj teda úsilím Setom Wilson vlastne, keď spisuje tú bilanciu tých vlastne súdnych procesov, ktoré sa odohrali. A samozrejme, že to preberá od iste od slovenských teda, hej, politikov, od Štefánka, od Blaha. Nič iné to nebolo, len v tom koncepte emancipovať sa. Istým spôsobom teda zrovnoprávnica. No, čiže Maďarsko vytvorilo, Uhorsko vytvorilo svojím spôsobom národný, alebo chcelo vytvoriť národný štát aj s prispením národov a národností, ktorých bolo podstatne viac.
Áno, samozrejme, isté, že to bol samozrejme tiež problematický koncept, ale vlastne ten slovenský teda koncept zdanivo na okraji akoby dejin, tak sa dominantne, isté, že tu boli kritici tohto konceptu, hoci paradoxne aj ten profesor Štefánek, sociológ, politológ, ktorý bol jeden z najlepších analytikov kritických uhorského stavu politiky pred rokom 1918, spôvodne zo slovenskej pozície prechádza na Československu. Aj isté, že čiže je tu samozrejme ten vývoj je zložitý, ale podstatné, že v tej vízii a teda aj toho Uhorska do 1918 vlastne bola ambícia realizovať národný štát. Áno. No len moment. Ale de facto ten národný štát sa realizoval etnicky, politicky až po roku 1918, paradoxne, po tom Trianone. A tu je zase rozpor teda hodnotený teda slovenských alebo maďarských a nemaďarských asi susedných teda národov a štátov. Čiže samozrejme je sporná tá teda hranica vedená, ale opäť analýzou kritickou stavu minory, tu sa nič nehovorilo, v Maďarsku ostalo prirodzene aj veľké množstvo Slovákov. Mnohí posudzujú sčítanie z roku 1910, historik Mesaroš, ale aj ďalší na konkrétne analýzy, tak vlastne dochádzali k tomu, že prakticky neveľký rozdiel bol medzi Slovákmi v Maďarsku, novovzniknutom, a medzi Maďarmi. To je samozrejme, to je polemika interpretačná medzi teda historikmi slovenskými a maďarskými. Čiže oprávnenosť toho konceptu revízie, na ktorú aj istú legitimitu poukázovali u Esterházyho, že to chcel iba mierovou cestou, že nie inými prostriedkami, je teda veľmi sporná. Aj vlastne z tohto hľadiska, lebo de facto i tak to vytváralo a potom tú veľkú konfrontáciu stredoeurópsku a európsku. Že áno, on tými všetkými zdanivo ako okrajový, akoby minoritný politik, ale mimoriadne teda talentovaný svojimi diplomatickými a politickými a ďalšími zložitými aktivitami. Čiže to je úplne v podstate odlišná teda pozícia samozrejme Esterházyho alebo reprezentantov tej treba slovenskej politiky, ale aj ďalšej. Jednoducho chceli vlastne realizovať sa v celej tej úplne v tom sebaručovacom práve na rozdiel samozrejme Esterházy chcel vlastne istým spôsobom, samozrejme, že návrat a tu rôzne podobe, teda revizu, keď nebola možná absolútna, že s celým Uhorskom, celým zastúpením Slovenska tam pod Karpatskej Rusy, ale tie pokusy o tú revíziu boli aj oveľa širšie. Ale samozrejme, tie odlišné koncepty dejín, koncepty teda spravodlivosti, teda riešenia Osusky, ktorý tiež bol vyhnaný vlastne teda z Uhorska s nemožnosťou tu pôsobiť a študovať, prichádza, lebo tu je fenomén samozrejme aj účasti tých Slovákov v zahraničí a v Spojených štátoch a tak ďalej. Čiže je tu veľa zložitých vecí, ale on podpisuje s Benešom za Československo trianonskú mierovú zmluvu ako vysporiadanie sa v dejnej spravodlivosti aj teda medzi Maďarmi a Slovákmi. Čiže tie odlišnosti sú principiálne a svojím spôsobom neprekonateľné. Ďakujem si pán Kosodem, Jablonický úr, ho zasúlášať. Poprosím pána Podolca o
krátký príspevok. Páči sa. Len krátko, aby som sa vrátil teda k meritu otázky. Tá bola smerovaná v porovnaní situácie v roku 1861, možno medzivojnovom období. Ťažko povedať, či tieto situácie porovnateľné, možno je tá trošku zavádzajúca, lebo jednak môže byť diskutabilné na jednej strane právo možno národa na seba určenie, právo národnostnej menšiny na seba určenie, to sú možno na jednej strane sporné otázky. A vtedy v roku 1861, a dá sa povedať, že až do roku 1918 bolo tým nejakým limitom ambicií slovenských štátoprávnych ambicií bola maximálne vytvorenie nejakého formy autonómie alebo nejakého autonómneho celku. Takže asi by som to možno neporovnával s tým medzivojnovým obdobím, kde aj tu zaznelo napríklad, nebola tá ambícia vytvorenie nejakého autonómie osobitnej. To koncept sa tu už možno zjavil až možno v 10 rokoch. A 90-es években merült fel a politikában. Ďakujem za príspevok. Köszönöm szépen a hozzászólást. Van, aki szeretne még erre röviden reagálni, vagy ne. Molnár Imre jelentkezik, tessék. Viszont dať cenu fair play dla obecenstva. A teraz poprosím vás všetkých tu, že by sme ich potleskali. Tapšujuk meg. Že ste vydržali tak celý deň. To je strašné. Köszönjük az ajánlatot. Ez nagyon korrekt volt. Van-e kérdés a közönség soraiból? Rövid kérdést és egy rövid választ fogok kérni. Tessék. Igen. Köszönöm szépen. Az a kérdésem, hogy mondhatok egy két percbe beszélve valamit ehhez a témához. Tehát nem is annyira kérdés volna, hanem mindegy észrevétel. Nagyon gyors leszek. Egy nagyon pici pontjáról beszélünk a történelemnek, amelynek bizonyos spektrumait időben széthúzta. Nem megy. Mehet? Köszönjük, megy a fordítás. Tehát egy nagyon icipici pontját, részletét, szeletét beszéljük a közös történelmünknek, amelynek a spektrumát időben Csáky Pál széthúzta, nagyon helyesen, és szerintem ezt szét kellene húzni még szellemiségben is. Ugyanis amióta az emberek, amióta a világtörténelmet valamilyen szinten ismerjük, végig létezik egy szellemi harc, az egység és a szétbontás, uralkodás, legyőzés eszmeisége között. Attila, amikor bejött Kárpát-medencébe, akkor szétverte a római birodalmat, de a római birodalmi eszme, mint olyan tovább él, és ez a római birodalmi eszme állít közénk, a magyarok és szlovákok közé, akik egyébként, ahogy Eszterházy János is képviselte, testvérnépek. És véleményem szerint éppen ez a testvériség kettőnk közti habitus, illetve mind a ketten kaláka rendszerben gondolkodik, a szlovák és a magyar is. És ez egy olyan erős közös pont, amelynek el kéne utasítani azt az eszmét, hogy minket szétszeleteljenek, és legyengítve külön-külön legyőzzenek. Ez volna az észrevételem. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm. Tessék. Utána majd... Jó, köszönöm. Miklóska úr kér szót. Tessék. Jelen... Chcel by som doplniť jednu vec. Po novembri 89 osoba Jánoša Esterházyho bola že tabu, ale nikto sa nezaujíma. Ja si dovolím povedať ani na Slovensku, ani v Maďarsku. Ja si myslím, že všetko toto rozhýbala jeho dcera Alica, ktorá sem prišla v 91. roku, ktorá vytvorila obrovské úsilie, aby dala veci do pohybu. Iniciatívou, tichou, navštevovaním politikov a tak ďalej. Myslím si, že nemožno zabudnúť na to jej obrovské úsilie, bez ktorého si myslím, že osoby Jánoša
Eszterházy sa veľmi nechcel nikto chytať. Ani Maďarsku, ani na Slovensku. Ja si dokonca myslím, že veľmi ani nie. Ani veľmi nie z maďarských politikov. Asi na Slovensku. Bolo to také veľmi háklivé. Až teraz po 20 rokoch tá téma sa začína stávať už pred tom konferencii. A na tom počiatku nemá nikto veľký záujem. Ďakujem veľmi pekne. Nem tudom, melyik nyelveken beszéljek. Én csak azt szeretném, tehát a Hlinka, amikor kiment Párizsba, és aztán a francia rendőrség takarította előtt onnan, akkor ő vele beszélt a Stephen Bonzál, aki a Wilsonnak volt a személyes tolmácsa, és ő nagyon világosan megmondta, hogy a csehek azok rájuk telepedtek, és szétrúgták a Pittsburghi egyezményt, és ő nagyon rosszul érezte magát, azt mondja, hogy most szembe kerülünk a csehek miatt a magyarokkal. Ez tény, ezt a Bonzál leírja, tehát az emlékirataiban. És azt mondta, hogy attól félt, és rosszul érezte magát, mert közben megkötötték a Saint-Germain-i egyezményt, és a Saint-Germain-i egyezmény a Wilsoni pontok alapján a Szeba Orsenye, ugye az önrendelkezési kérdés alapján alapított ezeket az új államokat, csak éppen Csehszlovákia ezt az önrendelkezést soha nem teljesítette, és igazából ezért robbant szét Csehszlovákia. Tehát nem magyar revíziót kell keresni, mert tulajdonképpen a Horthyék se tettek mást, mint a Hóri Andráson keresztül Varsóból, végsősorban a Tiszóékkal egyezkedtek, és pontosan ezt a bizonyos autonómiát ezért hozták létre. Erről szól ez a négy pont. Hát a Tiszó igazából a végén az életével fizetett azért, mert akkor nem egyezett ki, és inkább hagyta a Karmazinékat, hogy azok döntsék el ezt a kérdést a maguk oldalára. Nagyon messzire vezetnek ezek a kérdések. Én azt tartom érdekesnek, hogy milyen sok minden kérdést hagytunk nyitva. És ez nem baj, ha meghúzzuk a mérlegét a mai napnak, és nagyon óvatosan egy-egy mondatos kommentárokkal ezt kibővítjük. Szerintem ebből a mókuskerékből, amiből itt mozgunk körülbelül 20 éve ebbe a kérdésbe, akkor ki tudunk törni. És nagyon sok javaslatom lenne, de ezt gyorsan abba hagyom. Köszönöm. Köszönöm, hogy véleményével gazdagította a kerekasztalt. Szívesen befejeznénk. Ha még van égető kérdés, azt legyen szíves föltenni. Vrábel tanár úr, parancsoljon. Nepočuje preklad. Oprávnený hovoriť za ústav, ale viem tú informáciu od organizátorov tej diskusie, že pozývali tam doktora Šimona a on sa nechcel toho zúčastniť. Druhý taký prípad bol, že Ústav pamäti národa spracoval o viedenskej arbitráži video. Sú tam jednak historické súvislosti a jednak sú tam výpovede ľudí, ktorí to zažili. Sú tam Maďari, sú tam Slováci. Žiadali tiež spracovatelia tohto videa vyjadrenie od maďarských historikov, tiež sa odmietli na tom projekte zúčastniť. Ja by som chcel uzavrieť toto svoje vystúpenie tým, že najhoršie by bolo naozaj, keby sme spolu nehovorili. Takže treba navštevovať konferencie Maďarov zo strany Slovákov, zase konferencie Slovákov zo strany Maďarov, spoločné projekty, ďalšie robiť, ďalšie konferencie, publikácie, len tak si môžeme vyjasniť svoje stanoviská a prípadne aj sa snažiť o zblíženie. Köszönöm Rábel úrnak. Jól látom, Szarka úr jelentkezett? Nem, elnézést kérek. A kerekasztal résztvevőit kérdezem, hogy az elhangzott kérdésekre, illetve inkább észrevételekre a közönség soraiból szeretne valaki reagálni? István, parancsolj! De ehhez hozzá szeretnék fűzni annyit, hogy ha jól tudom, de nincs itt Simon Attila, és nem akarok a védőügyvédje lenni, de ezek elég késői megkeresések voltak. Ebben a filmügyben is, a Vigyenszka arbitrázs, ezek késői megkeresések voltak. Nagyon örülök, hogy az UPN most például egy novemberi rendezvény kapcsán már most megkeresett minket, mert ez az a felkészülési idő, ahogy reálisan
tényleg társszervezői szinten bele tud vonni valaki. Tehát ott azt hiszem, hogy ott már ilyen félkész, vagy már háromnegyedre kész dolgokba kellett volna illetőknek beszélni, ha jól tudom, de ezt pontosan nem tudom, de ezzel fontosnak tartottam kiegészíteni, és ha már a szót megkaparintottam, még csak annyit mondanék, hogy azt is talán így ebbe az Eszterházi vitába, bár nem vagyok Eszterházi szakértő, de hogy ez a vita egymás között szól, azért szól, arról szól, hogy egymásnak elmondjuk valamit, vagy a külvilágnak. Tehát egymásról van miért beszélnünk, én a szlovák szót leírva 1918-ig a gimnáziumi történelmi tankönyvben nem láttam, hatszor volt, hogy Tóth, egyszer se, hogy szlovák, nyilván ez nem egy olyan történelmi tudat, amire lehet építkezni, ez azt gondolom fordítva is így van, és erre érdemesek ez a viták. A külvilág fele, harmadik országok fele, szerintem ezek a viták nem túl termékenyek, ez nem egy olyan korszak, nem sikerült úgy egyik oldalon, hogy nagyon büszkék legyünk rá, belefuthatunk ilyen görcsös próbálkozásba, hogy de mi jobban csináltuk, vagy próbáltuk volna, csak nagyon elbotlottunk véletlenül, banánhéjon elcsúsztunk, kibodicsekeltek minket, de alapvetően nem sikerült, tehát nem egy olyan kor, amire nagyon úgy unblock büszkék lehetünk, és ezt kell bebizonyítani a világnak, tehát ebbe kell lenne belehajszolnunk egymást, egymásról kell beszélni, és egymásnak köszönöm. Köszönöm szépen, úgy érzem, István elveszi a kenyerem, és mondott helyettem egy nagyon szép zárszót, amit azzal egészítenék ki természetesen, hogy senkibe se szeretném belefolytani a szót, ezért megkérdezem, hogy valaki szeretne még hozzászólni, ha nem, akkor én befejezném a kerekasztalt. Tehát ezek szerint nem. Jó, nagyon szépen köszönöm a kerekasztal résztvevőinek még egyszer, hogy ezt a párbeszédet, ezt a dialógust elvállalták. Köszönöm szépen. Még annyi türelmet kérek önöktől, hogy az Élő Zobaralja Polgári Társulás elnökének, Polyák Imrének zárszavát legyenek szívesek meghallgatni. Köszönöm. Jó. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ki volt Eszterházy János? Háborús bűnös, hazáruló, egy áldozat és felelősségteljes politikus. Ma már hallhattuk, hogy életének és tevékenységének a megítélése az egyes nemzetek részéről eltér egymástól. Főleg a magyar és a szlovák, illetve a cseh történészek megítélése között van lényegi különbség. Számunkra, szlovákiai magyarok számára nagyon fontos, hogy a többségi szlovák nemzet miként tekint Eszterházy Jánosra, és hogyan ítéli őt meg, hiszen ő volt az elsők és azon kevesek között, akik felvállalták a csehszlovákiai, majd a szlovákiai magyarság képviseletét. Ezért tartottuk fontosnak, hogy a történészek újra találkozzanak, újra meghallgassák egymás érveit, és keressék a közeledési pontokat egy konferencia keretén belül. A tanácskozás végén azt kérdezhetjük, mit adott nekünk ez a konferencia? Történt-e valami előrelépés, és hogy némiképp közeledtek egymáshoz az álláspontok? Erre a kérdésre ma még nehéz válaszolni. Úgy gondolom azonban, hogy akik a mai napon itt voltak, meghallgatták az előadásokat, a kerekasztal vitáit, azok nem mennek haza csalódottan. Otthon a családban, vagy másnap a munkahelyen majd azt mondhatják, részt vettem egy konferencián Eszterházy Jánosról, ahol a párbeszéden volt a hangsúly. Az egyes előadók eltérően ítélték meg az életét, munkásságát, a kerekasztal résztvevői is kitartóan vitatkoztak, de mindezt kultúráltan, túlfűtött érzelmek nélkül tették. Amikor pedig mindez véget ért, kezet fogtak és elbúcsúztak egymástól. Csak ennyi történt, már megérte, tettünk egy fontos lépést egymás felé. Ha netán a konferencia aktív résztvevői is újra gondolják az itt elhangzott érveket és ellenérveket, és esetleg kompromisszumra jutottak valamiben, akkor ismét megérte ma itt találkoznunk, és egy újabb lépéssel közelebb kerültünk Eszterházy János életének érdemi értékeléséhez.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani Kisgyé Csaba tanár úrnak, a rendezvény fővédnökének és a többi védnöknek, ő excellenciájának Balogh Csaba nagykövet úrnak és Franciszek Miklósko úrnak, az előadóknak, a kerekasztal résztvevőinek, hogy megtisztelték a mai rendezvényünket. Köszönettel tartozom továbbá az egyetemnek, illetve a Közép-Európai Tanulmányok Karának, hogy befogadta a konferenciát, fő támogatónknak és társszervezőnknek, az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózatának, további támogatóinknak, Magyarország Külügyminisztériumának, a Pro Renovanda Kultúra Hungariénak, a Pozsonyi Magyar Intézetnek, a Pozsonyi Lengyel Intézetnek, Kolonközség Önkormányzatának és együttműködő partnerünknek, a Juhász Gyula Ifjúsági Klubnak. És nem utolsó sorban pedig az Élő Zoborai a Polgári Társulás csapatának, és ezen belül is Zilis Zoltánnak, aki oroszlán részt vállalt a szervezési munkából. Vážené dámy, vážení páni! Rád by som pozdravil všetkých účastníkov tohto podujatia aj v slovenskom jazyku. Páni prednášajúci, účastníci diskúzie pri okrúhlom stole, ešte raz vám ďakujem za účasť, za ochotu viesť dialog a hľadať spoločné riešenia. Pevne verím, že táto konferencia prispela približeniu názorov historikov na život a účinkovanie Jánoša Esterházyho. Ďakujem za pozornosť. Végezetül még szeretném meghívni a konferencia aktív résztvevőjét egy kis frissítőre le a galériába. Na záver by som rád pozval aktívnych účastníkov konferencie dole do galérie na malé účastvenie. Ďakujem.